Esélyegyenlőség. A látássérültek alig 10%-a dolgozik ma Magyarországon. Ezen a helyzeten javítani kell, közölte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke. Nehézség a cégeknek, akár elbocsátásokkal is járhat a több lépcsős béremelés, véli a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke. Egészségügyi nyílt nap. 6 alap és 4 mesterképzést hirdet a Debreceni Egyetem egészségügyi kara szeptembertől. Sokan érdeklődnek a mentőtiszt és a szülésznő szakok iránt. A látássérültek alig 10%-a dolgozik ma Magyarországon. Ezen a helyzeten javítani kell, közölte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Fogyatékosok helyzete Nyíregyházán címmel rendezett konferenciát az idén 20 éves Fehérbot Alapítvány, ahol többek között az akadálymentesítésről és az esélyegyenlőség javításáról is beszéltek. Az ENSZ december 3-át nyilvánította a Fogyatékos Emberek Világnapjává még 1992-ben. A nyíregyházi konferenciát is ennek apropóján szervezték a fogyatékkal élő emberek és a velük foglalkozó szervezetek számára. Az előadások számos témát érintettek. Egyrészt a fogyatékos üggyel kapcsolatos információk, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos, az akadálymentesítéssel, hivatali ügyintézéssel, akadálymentes hivatali ügyintézéssel, valamint a akadálymentességgel kapcsolatos, közlekedéssel kapcsolatos információkat hallhatják itt az előadóktól. Az akadálymentesítés a közintézményeknél is fontos, hogy mindenki számára azonos szolgáltatás legyen elérhető, ezt jogi háttér szabályozza. Így van ez a megyei könyvtárban is. Ezeket a kiadványokat, illetve 1900 hangos könyvet is kölcsönözhetnek a fogyatékkal élők, ezek egy részét az intézmény munkatársai készítették. De a könyvtár honlapja is akadálymentesített. Még 10 évvel ezelőtt akkor volt nagyobb lehetőség pályázni különböző szoftverekre, a Braille nyomtatótól kezdve karakterfelismerő, képernyő, felolvasó programokra. Ezeket az eszközöket kevésbé használták itt a látogatók, ezeket átadtuk a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének. Elég jó a kapcsolata ezekkel a szervezetekkel, és különböző rendezvényeket is szervezünk közösen. Nyíregyháza minden fejlesztésnél figyelembe veszi az akadálymentesítést, tájékoztatott a város alpolgármestere. A korszerűsítésen átesett intézmények mindegyikét használhatják a fogyatékkal élők, akár önállóan is. Nagyon fontos az, hogy a környezetünket úgy alakítsuk ki, hogy a különböző fogyatékkal élő embertársaink, nyíregyháziak vagy éppen a vidékről ügyeket intéző lakosok el tudjanak jutni minden helyre, és úgy tudják igényben a szolgáltatásokat, hogy ez ne okozzon számukra hátrányt. A fogyatékos személyek jogairól szóló törvényt 1998-ban fogadta el a parlament, így a helyzetük azóta folyamatosan javul, közölte Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke. Az akadálymentesítés sokrétű feladat, nem csak a rámpák kihelyezése fontos, hanem indukciós hurkok telepítése, forgalmi lámpák felhangosítása, kontrasztos feliratok, valamint az infokommunikációs akadálymentesítés is. És nagyon fontos még az akadálymentesítés mellett azt is hangsúlyozni, hogy az akadálymentesítés az emberi kapcsolatokban is meg kell, hogy történjen. Mert az a legfontosabb, én szerintem, hisz társadalomban élünk, emberek között élünk, hogy az emberek ismerjék fel a helyzetet, amikor rászoruló segítséget kér, segítséget szeretne igénybe venni. Tehát, hogyha meglát valaki egy vakembert, akkor tudja azt, hogy hogy kell neki segíteni. Nagy Sándor hozzátette, a KSH adatai szerint jelenleg 81 ezer látássérült él Magyarországon, de mindössze 10%-uk dolgozik. Ezen az arányon kell a közeljövőben javítani. Ennek egyik lépése az oktatás. Az elnök szerint ezt alsós osztályokban szegregált módon, majd integrált közösségekben lenne célszerű megoldani. A rendezvény másik apropója a Fehérbot Alapítvány 20 éves fennállása volt. A szervezet eredményes 2 évtizedet zár, eredetileg hajdudorokról indult, de országosan nőtte ki magát, közölte az alapítvány elnöke. Eleinte csak látássérülteket segítettek, de ma már minden fogyatékkal élő csoport számíthat az egyesületre.
Az alapítványnak két támogató szolgálata van, egy elemi rehabilitációs központja, amiből az egyik itt Nyíregyházán és a Nyírségben tevékenykedik, illetve a támogató szolgálatából is egy itt Debrecen, vagy itt Nyíregyházán, a másik egy nagy területet foglal magába, Debrecen, Hajdúhatház, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog és Hajdúnánás. Itt a napi segítséget nyújtjuk úgymond a fogyatékkal élő embereknek, személyi segítés és szállítás formájában. De rájöttünk arra az évek alatt, hogy nem csak a mindennapokban, hanem a munkavégzésnél is igénylik a segítséget. Az alapítvány a munkahelykeresésben is segít, foglalkozási rehabilitációs csoportot működtet. Ezek mellett anyagondnoki szolgáltatást igényelhetnek a fogyatékkal élők, de közösségi programokat is szervez az Egyesület fiatalok és idősek számára egyaránt. Akár elbocsátásokkal is járhat a több lépcsős béremelés, véli a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke. Comba Csaba szerint sok vállalkozás nem tudja majd kigazdálkodni a kötelező béremeléssel járó többletterheket, ezért sok cég leépítheti alkalmazotti körét, vagy akár vállalkozások szűnhetnek meg. A minimálbér bruttó összege jelenleg 111 ezer, a garantált bér minimum 129 ezer forint. A táblázat kiemelt részeiben látható, hogy a bérek emelése után a munkavállalók zsebében 11.072, valamint 21.446 forinttal maradt több havonta. A legtöbb szakszervezet egyelőre elégedett az emeléssel, ám a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint a vállalkozásoknak terhet jelent a több lépcsős béremelés. Erről Comba Csaba megyei elnök beszélt 35 perc című műsorunkban. Azok a cégek, ahol sok minimálbéres dolgozót foglalkoztatnak, vagy sok szakmunkást, aki garantált bérminimumon dolgozik, ez jelentős többletterhet jelent. Ugyanis, ha most csak a szakmunkás béreket veszük, 25%-kal fel kell emelni minden dolgozójának a bérét, aki így dolgozik, ezzel szemben 5%-ot kap vissza. Ez jelenti, hogy 20% garantált emelést végre kell, hogy hajtson, ami neki többet költséget jelent. Az árakban nem tudják érvényesíteni a vállalkozók, mert a piac annyira minden szakterületen, minden területen nyomott, hogy nem tudják most azt mondani, hogy emelünk majd árakat. Comba Csaba szerint sok vállalkozás nem tudja majd kigazdálkodni a kötelező béremeléssel járó többletterheket. Én kaptam egy levet egy megyei cégtől a napokban, aki elmondta, hogy egy 100 millió körüli vállalkozás, annak a éves bérköltsége, az 60-62 millió forint, mert bérmunkát végeznek főként. Kiszámolták, hogy most a szakmunkások dolgoznak, olyan 21-dehány fő. Kiszámolták, hogy nekik ez azt jelenti, hogy 10-12 millió forinttal meg fog nőni a bérköltséget. Adjuk hozzá 60-62 millió, tehát 72-74 millió forintos bérköltsége van a 100 millió forintos árbevételből. Gyakorlatilag nem tud fejlődni, nem tud tovább lépni, mert egyéb költségei is vannak, amit ki kell neki fizetni. Azt mondta, hogy valószínű, hogy le kell, hogy építsen, vagy nem tudja, hogy mit fog csinálni, vagy bezárja a céget, engem megkeresett ez a cégvezető. Tehát elég sok vállalkozás kerül majd ilyen helyzetben, gondolom még az országba, aki nem tudja majd kigazdálkodni és érvényesíteni ezt a plusz terhet. A VOSZ megyei elnöke hozzátette, ők is szükségesnek tartják a béremelést, ám nem ilyen mértékben és gyorsasággal képzelték el. 6 alap és 4 mesterképzést hirdet a Debreceni Egyetem egészségügyi kara szeptembertől, hangzott el az oktatási intézmény nyílt napján. A kar tanulmányi osztályvezetője a rendezvényen kiemelte, a legtöbben minden évben a mentő tiszt és a szülésznő alapszakra jelentkeznek. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán is elindult a felvételi kampány, nyílt napot tartottak az intézményben. Több mint 100 érdeklődő fiatal érkezett a főépület aulájába, ahol valamennyi szakkal és oktatási eszközzel megismerkedhettek a középiskolások, például ezzel a babával, amely elrettentő és bemutató célzattal készült. Az oktatási eszköz bekapcsolás után elkezd sírni. És meg kell rázni. Mindig mondom, hogy ezt csak ezzel a babával szabad megtenni, és látszik, hogy ettől a rázástól, amit most én okoztam neki, a gondolkodása sérült, az érzelem kifejező részei az agyának, és ugye a látása. Lehet, hogy ettől a rázástól esetleg meg is vakult ez a gyerek, úgyhogy mindig mondjuk, hogy ezt nem szabad megtenni egy babával semmilyen mértékben,
és ide vonatkozik az is, hogy a kisbabákat ugye így dobálják, mert az agy így is elmozdulhat, és így is okozhatnak neki bármit. Például a gyerek a dobálás következtében dadogni fog. Az intézmény nyílt napján sokan érdeklődtek a szociális munka alapszak standjánál, de sokan megnézték a mentőtiszt szakosok bemutatóját is. Valamint azt is ki lehetett próbálni, hogy milyen terhesnek lenni, azaz átlagosan plusz 12 kg-ot cipelni. A legtöbb középiskolásnak tetszett az egészségügyi nyílt nap. Szerintem nagyon sok információt tartalmaz, mindössze a pontszám, és itt beszélhetünk a hallgatókkal is, akik az egyetemen tanulnak. Az aiból érkeztem, és a szülésznő vagy az ápolónői szak érdekelne. Egészségügyi alapismereteket tanultam. Úgy volt, hogy abból fogok érettségizni, de ez nem sikerül, mert most már kivették, és az ápolónő érdekel leginkább, vagy még a szülésznő. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán jelenleg mintegy 1400 hallgató gyarapítja tudását, mondta a nyílt nap tájékoztató előadásán a kar oktatási dékán helyettese. 1990-ben jött létre a karunk, védőnő és szociális munkás képzés volt az a két szak, amelyeken elindultak a képzések, és aztán fokozatosan bővült a szakok száma. Sárvári Attila hozzátette, a több mint negyed évszázados karon 6 alap és 4 mesterképzést hirdetnek meg, utóbbinál a közelmúltban bővült a paletta. Tavaly az egészségügyi tanárszakot indítottuk el, ami tulajdonképpen azért volt unikális, mert az országban mi indítottuk el először ezt a szakot, és nagyon nagy érdeklődés övezte, tehát 100 hallgatót vettünk föl erre a szakra. Tájékoztató előadást a kar tanulmányi osztályvezetője is tartott. Az egészségügyi képzések közül a mentőtiszt és a szülésznő az, ami változatlanul évek óta tartja magát, hogy így fogalmazzak. Mindig elég sokan jelentkeznek, és hát a jelentkezők is, hogy fogalmazzak, a jobb képességűek közül kerülnek ki. Ez a két olyan alapképzési szakunk van, ahol, ami tényleg népszerű, nagyon népszerű a jelentkezők között. A szeptemberben induló képzésekre évvégén indul el a jelentkezési időszak. A felvételizők 2017. február 15-ig adhatják be jelentkezéseiket a felsőoktatási intézményekbe. A szennyvíz tisztítás legnagyobb mennyiségben keletkező hulladékának, a szennyvíz iszapnak elhelyezéséről és hasznosításáról volt szó ma egy nyíregyházi konferencián. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. A hétvégén 23. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Móricz Kupa nemzetközi lányröplabda tornát. Szombaton és vasárnap 6 magyar csapat mellett 2 lengyel, 2 szlovák és 2 román együttes lép pályára a Móricz és a Kertvárosi Iskola tornacsarnokában. Az elmaradt mérkőzések pótlásával befejeződött Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az őszi nagypályás futballszezon. Menet közben 4 együttes visszalépett, így 128 csapat várja a tavaszi rajtot. Az elmúlt években egyre nagyobb gondot jelent a szennyvíz tisztítás legnagyobb mennyiségben keletkező hulladékának, a szennyvíz iszapnak elhelyezése és hasznosítása. Összetétele miatt elsősorban biogázként és komposztként használják, de a jövőben egy Magyarországon eddig kevéssé ismert módszerrel, a vermikomposztálással, azaz giliszta komposzttal bővíthető a hasznosítási köre, hangzott el egy a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézetében tartott konferencián. A szennyvíz iszap a szennyvíz tisztítása során másodlagos anyagként keletkezik. Mennyisége a szennyvíz elvezetési és tisztítási programok megvalósításával évről évre növekszik. A korábbi adatok szerint 2000-ben keletkezett iszapok mennyiségéhez képest már 2008-ra közel 85%-kal nőtt a keletkező szennyvíz iszapok mennyisége. A kezelése és ártalmatlanítása során az a cél, hogy víztartalma, biológiai aktivitása és fertőző képessége lecsökkenjen és szaktalanná váljon. A szennyvíz iszapnak a megítélése az változó az országban. A mezőgazdasági szakemberek, akik viszonylag régen foglalkoznak ezzel, nagyon jól tudják, hogy ez egy nagyon jó anyag, javítja a talajnak a szerkezetét, tápanyagforrás, javítja a talajbaktériumoknak a sok színűségét, növeli a fajoknak a számát.
és a vízmegkötő képességét növeli a talajoknak. Hát elsősorban a nyírségi homokos talajok javításában rendkívül jelentős szerepe lehetne. A tisztításkor a szennyvíz iszap víztartalmának jelentős részét kivonják. Az így kapott anyag szabályszerű elhelyezése azonban hosszadalmas, körülményes és költséges eljárás. Egy másik megoldása a termékkomposzt előállítása, amikor a szennyvíz iszapot szalmával és más anyagokkal keverik, majd magas hőmérsékleten komposzttá érlelik. Körülbelül egy 20 tonna szárazanyag keletkezik a nyírségvíz ZRT működési területén a szennyvizek tisztítása során. Ebből Nyíregyházán körülbelül 10-12 tonna szárazanyagból állítunk elő termékkomposztot. A többi az vagy iszap formájában kerül elhelyezésre, vagy pedig egy úgynevezett kvázi komposztálás, ami után még nem termék, hanem még hulladék marad a komposzt. Ennek az elhelyezését a mezőgazdasági területek részben megoldjuk, részben pedig hulladéklerakóra szállítjuk. Egy Magyarországon eddig kevéssé elterjedt hasznosítási mód az úgynevezett vermikomposztálás, melynek során földi giliszták segítségével kezelik a szennyvíz iszapot. A bél csatornáikon átengedik ezt az anyagot, és a bél extrudátum eredményeképpen egy olyan szemcseméretű, agregátum stabilitású anyagot eredményeznek, ami magas enzimaktivitással bír, amiben növényi növekedésserkentő anyagok vannak, amiben a tápanyagfeltáródás egy harmonikus ütemezésben történik a növény számára, és ami reményeink szerint egy nagyon jó humusz minőséggel, szerves anyag minőséggel rendelkező anyag. Az erre vonatkozó kutatási eredmények biztatóak. Az eredmények publikálásával a szakemberek szélesebb körben ismertethetik meg a gazdákat a módszer előnyeivel. A hétvégén 23. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Móricz Kupa nemzetközi lányröplabda tornát. Szombaton és vasárnap 6 magyar csapat mellett 2 lengyel, 2 szlovák és 2 román együttes lép pályára a Móricz és a Kertvárosi Iskola torna csarnokában. A korábban 13 alkalommal megrendezett Hunyadi Kupa utódaként immár 10. alkalommal rendezik meg Móricz Kupa néven Nyíregyházán a 7. és 8. lányok számára kiírt röplabda tornát. Ezúttal 12 csapat nevezését fogadták el a szervezők a rendezvényre, amely az egyik legrangosabb hazai utánpótlás tornának számít a sportágban. A hazaiak mellett székesfehérvári, békéscsabai és budapesti együtteseket láthatnak az érdeklődők, 6 gárda pedig a határon túlról érkezik majd. Nagy örömünkre szolgált a szervezés során egy lengyel csapat korábban itt járt szlovák és lengyel egyesületektől hallott rendezvényünkről. Tudomást szerzett, hogy nagyon nívós, erős mezőny jön össze, és kérte a közbenjárásukat, hogy részt vehessenek a 23. nemzetközi Móricz Kupán. Én úgy gondolom, hogy ez a fajta érdeklődés, elismerése ennek a kupa sorozatnak, most már méltán mondhatjuk azt, hogy sorozat. A Móricz csapat a tavaly a 2. helyen végzett a tornán. Ezúttal is az éremszerzést célozza meg Moraszki Gyuláni együttese, amelynek szereplését a 2 válogatott kerettag Szabó Lili és Kújbüs Fanni teljesítménye határozza meg. Kevés meccs van a gyerekekben. 2 úgyébi alapszakasz és egy szegedi torna. Tehát ebből kifolyólag velünk szembe ezek a csapatok, akik érkeznek, nagyon sok mérkőzést játszanak. Nekünk most egyenlőre még ennyi van, de mindent megteszünk, hogy több legyen. Meg van 2 olyan játékosunk, aki meghatározó a csapatban, mivel korosztályos válogatottak is. Ők nagyon beleszólhatnak ebben, hiszen MB2-ben játszanak, és a serdülő csapat oszlopos tagjai. Ez egy részről nagyon jó, mert biztos, hogy itt is fog látszani a teljesítményük. Másrészt meg most építgetjük be a csapatba őket. A 12 csapatot 4 csoportba osztották a szervezők. A mérkőzések szombat reggel 9-kor kezdődnek majd a Móricz és a Kertvárosi Iskola tornacsarnokában. A döntőt a tervek szerint vasárnap délután 3 órától játsszák majd a Móriczban az érintett csapatok. Az elmaradt mérkőzések pótlásával befejeződött Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az őszi nagypályás futballszezon. Menet közben 4 együttes visszalépett, így 128 csapat várja a tavaszi rajtot. Az MLS megyei igazgatósága ezúttal is szervez egy nagypályás, illetve egy kispályás felkészülési tornát a csapatoknak.
Három osztály 9 csoportjában 132 futballcsapat nevezett a megyében a 2016-2017-es bajnokságra. Kezdés előtt, illetve menet közben a megyei másodosztályú Pap, valamint a megyei harmadosztályú Nyírkércs, Nyírbéltek és Kispalád visszalépett, ettől függetlenül a csapatok számát tekintve még így is az egyik legnagyobbnak számít Szabolcs-Szatmár Bereg megye az országban. A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatója szerint a színvonalra sem lehetett panasz az őszi szezonban. A megye válogatott szereplése azt pontosan mutatja, hogy a színvonal, a megyei első osztály színvonala a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei bajnokságnak kimagasló országos szinten is, tehát a top 3-ba, top 4-be biztos ott vagyunk. A megye másodosztály itt a környéken szintén azt mondom, hogy kimagasló, hiszen azért nem vagyunk vakok. Ugye egyrészt járnak át játékvezetőink másik megyébe vezetni, onnan is jönnek ugye ide játékvezetők, egy-egy csapatvezető is néha átmegy egy másik megyei rangadóra, és azért jól látjuk, hogy a Szabolcs megyei másodosztály is igen erős, nagyon sok jó meccset lehet benne látni és tapasztalni. A harmadosztály még igazából másról szól, a megyei harmadosztály, ott is vannak jó csapatok, akik komolyabban veszik, ahol van egy edzés hetente, meg persze vannak olyan baráttársaságok, akik csak hétvégén jönnek össze, úgyhogy az igazából ez egy teljesen amatőr futball, ez egy teljesen grassroots futball. A megyei igazgatóság az elmúlt évekhez hasonlóan ismét szervez téli műfüves felkészülési tornát a csapatok számára. Az elmúlt 4 évtől eltérően most már nem egy helyszínen, hanem 3 helyszínen rendezzük meg, hiszen nagy örömünkre azért a megyei infrastruktúra fejlődik, és Nyírbátor mellett most már Kisvárdán és Tarpán is van nagy pályás, műfűves pálya, és ott is tudunk csapatokat fogadni. Mind a 3 helyszínen 10-10 csapatot várunk, tehát elméletileg 30 csapat jelentkezését várjuk erre a tornára. Január 28-án indul a nagy pályás műfűves torna, és február 18-19-én zárul. A szabadtéri torna mellett a hagyományos teremtornára is várja a csapatokat az igazgatóság. Január közepén a megye 6 sportcsarnokában indul majd útjára a labda. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A látás sérültek alig 10%-a dolgozik ma Magyarországon. Ezen a helyzeten javítani kell, közölte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke. A Fogyatékosok helyzete Nyíregyházán címmel rendezett konferenciát az idén 20 éves Fehérbot Alapítvány, ahol többek között az akadálymentesítésről és az esélyegyenlőség javításáról is beszéltek. Akár elbocsátásokkal is járhat a több lépcsős béremelés, véli a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke. Comba Csaba szerint sok vállalkozás nem tudja majd kigazdálkodni a kötelező béremeléssel járó többletterheket, ezért sok cég leépítheti alkalmazotti körét, vagy akár vállalkozások szűnhetnek meg. 6 alap és 4 mesterképzést hirdet a Debreceni Egyetem egészségügyi kara szeptembertől, hangzott el az oktatási intézmény nyílt napján. A kar tanulmányi osztályvezetője a rendezvényen kiemelte, a legtöbben minden évben a mentőtiszt és a szülésznő alapszakra jelentkeznek. A Kölcsei Televízió híradóját látták december 1-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap szeles időre van kilátás, eleinte többnyire nedves, majd egyre szárazabb, de hideg levegő érkezik térségünk fölé. Az éjjel közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak, eső, havas eső elszórtan valószínű, a nyugati szél mérséklődik, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhő átvonulások várhatók, több-kevesebb napsütéssel, zápor, hózápor szorványosan előfordulhat, délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg, majd holnap napközben már hidegfronti hatás lesz térségünkben. A következő napokban elkerülik térségünket a légköri frontok, sok napsütésre van kilátás, általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, kifejezetten csípősek lesznek az éjszakák és a maximum hőmérséklet is elmarad az ilyenkor szokásostól.